Üdvözlöm a kedves nézőket! Itt az ideje befejeznünk a szalonszimulátort. Mint láthatjátok, kicsit csaltam, belett próbálva, hogy amúgy végigvihető a játék. Teljesen nem vittem végig, de igen, tovább lehet jutni. Úgyhogy a múltkori felvételünk, mentésünk jó. Csuklok. Valaki emleget? De miért? Szóval, a loading screenünk még mindig egy kicsit eltart magáig. Úgyhogy... a... felvevőn látom, hogy elvégbe itt volt hang, gyakorlatilag senki nem hall szerintem semmit addig. Úgyhogy most a feladatunk beszélni Casey-vel. Ugye ki is jövünk. Elfutunk ebbe az irányba Ederrel. Itt beszélünk vele. Casey. Elész képeink, mert már tegnap végig nézegettük. A lényeg az, hogy itt megvádoljuk azzal, hogy valószínűleg nála van a tools. Ugyebár a szerszámtáska gyakorlatilag nincs. Ő azt mondja, hogy a mondjuk a saját házunk tájékán kéne körbenézegetni, ami ugyebár a WE-nek a hozzáállása, itt is mondja ezzel az időben, mert ugyanis az, amit Ullát vittünk elsőre, az előző tulajt, ő rajta olyan nyomok vannak, amit ilyen szerszámokkal lehet csinálni. Ennek köszönhetően vakarjuk a fejünket, és akkor ki is írja, check place where you meet we. Azaz ellenőrizzük le azt a helyet, ahol találkoztunk we-vel. Hát ez szuper egyszerű. Választhatunk, hogy kint megyünk vissza, vagy éppen itt lent. Itt lent visszarohanunk Ederrel. Lecsukjuk, hogy illetéktelenek ne akarjanak bemenni. Na nem, mintha bárki bement volna eddig a pult mögé. Följövünk. Eljövünk hátra, ahol a we irodáját úgymond megtaláltuk, ezt itt, és körbenézve azt látjuk, hogy vannak itt sok tekercs, meg minden, illetve egy, hát, talán fogasnak minősülő cucc, és itt van álmaink ne továbbja, ez itt. Na és akkor nézzük, mi történt. És dobtuk, mit csinálsz itt, kérdeli. This belongs to Earl. Egyébár Earl és Eddie is volt így, már nincsenek, szóval megpróbáljuk meglopni, azt mondja. Mire szabadkozunk, hogy nyugodjunk meg, akarjuk ezt a dobozt, a miénk. Kell valami bőr, semmi gond, barátok vagyunk, nem? Mondja. Erre nem is mondunk semmit. És, kérdezzük, a barátok segítik egymást, mondja. És mit szeretnél tőlem, barátom? Kérdezzük. Mondja, csak egy kis semmiséget. Kell neki valami a sheriff irodájából, és nem akarja, hogy zavarja, úgyhogy... nagyjából itt elmondja azt, hogy... hát... mondjuk... föl kéne tartanunk a sheriffet. Úgyhogy... 5 perc kell neki. Hamarosan kell neki az 5 perc, a sheriff visszatér a járőréből és baromi szomjas lesz, úgyhogy jobb lesz, hogyha várunk. Feladatunk, ezzel itt nem tudunk most mit kezdeni, ilyenkor le van despav rendszerbe. Ezt be itt zárjuk szépen, őt itt ki is zárjuk, szia! Nagy lendülettel leugrunk ide. És már jönnek is az emberek befele, hogy akkor ki kell őket szolgálni. És... ő sós ételt akar, ott van a feje fölött. Szóval nincs meghatározva konkrétan, hogy mit kér, viszont... sós ételt, így a múltkori főzelékből itt is van. Ehune, ő sós. Parancsolj, messzi, egyél. A másik is ugyanúgy egy sósikon volt felette, ugyebár a másikban Spacey van, ami a csípős. Odajön. És ők nagyon örülnek neki, hogy most kaptak enni. És itt van első pistikénk, csodás fiatal cowboy srác. Ki akar egy shotnyi gint? Ki is dobjuk neki a shotot, és alkoholból a gint megküldjük. Wow! Éppen ahogy kell.
És átkattingatunk a finésre, meg is van. Ő is akarod sós cuccot. Cheers to the bartender. Akkor ő is kap. Úgy látom egyébként, hogy minden egyes játék menet, minden egyes load game igazi random generált dolgokat dobál, ugyanis ma, amikor a test run-t futtattam, nem volt ennyi zabakérős. Úgyhogy ez egy jó pont egyébként, hogy nincs két egyforma menet. Igen, itt egy kicsit érdekes, hogy hova kell nézni, mert... nekünk ugyebár az kell. Meg kell takarítani. Az sikerült végre. Ő még eszik. Feladatunk egyébként szolgáljam ki az embereket, és... várjam a sheriffet. Mielőtt a sheriffet találkoznánk, előtte lesz egy kis fejlesztésünk, hogy ellőjem a poént. Mert el is jól megvan oldva. Te mit szeretnél? Úgy nézel ki, mint egy manó. Te 3 cent whiskyt kérsz. Szépen okosam. Kicsit több lett. Tessék örülni neki. Jön még egy pistike. Ó, ott van az első space igénylőnk. Úgy, parancsolj, ettől szerintem a bérrendszered meg fog indulni. Olyan csípős lett. A főnök a legjobb asszonyjad, az mi? Te mit szeretnél? Te is egy kis gint. Éppen megküldjük magasról, és nagyon tökéletesen sikerült, ennek nagyon örülök. Ő ott újraértelmezi az életét, nézelődik kifelé, hogy ki akarja megverni. Ő is Space-it szeretne, nagyon jó. Parancsolj, van még. Neked is megindítjuk a bélmozgásodat ezzel. De nem tudna máshol lenni, hogyha nem nyitottuk volna meg neki a konyhát, vagy hogy csak miatta nyitottuk meg. Nézőpont kérdése, ki mit hisz. Itt van, amit felsöpörni, van hát. Kicsit rendbe tartjuk a bárt. Úgyhogy ezt is megtakarítjuk itt. Nem mindig elég látványos egyébként, hogy mit, hogy lehet. Te mit akarsz? Te is csípősebb szeretnél? Hát ennek roppantul örülök egyébként, hogy a csípős ilyen szépen kelendő. Hát, pardon, mert abból még van. Igaz, a másikból is akad egy kicsi. Úgyhogy... eddig megvan. Hát egyébként várok valakit, hogy jöjjön, mert... az a szükséges nekünk. És azért mondom, hogy full random, mert az egy 5 perc után már jött. Jó, itt még nem nagyon játszunk 5 perce normálisan, de akkor is. Fotoglass. És ő viszkit akar. Húcs. Szépen kilőtt. És mehet is tovább. Te mit akarsz? Ó, már vegyesen. Kell neki ilyen. Kell neki ilyen is. Kell neki Cider bele. Kell neki hozzá jég, ezt itt is át tudjuk kattintani, meg itt fönn át tudunk váltani. Oké, jött valaki, akit vártunk szerintem, méghozzá egy Jacket. Őt vártam. A magical concoction that kaptunk egy varázs összetevőt, illetve warm and flat beer, just add a few drops of this elixir and elixir. Egyébként ez folyékony cukor, amit kapunk, ami egész jól jön nekünk.
probabilmente, but it holds extraordinary possibilities. Hogy, listen, Jack. I don't buy your stories. Nem akarjuk megvenni a történeteit, de örül a szirupnak, örülünk a szirupnak, azt mondjuk. Azaz egy fukarok vagyunk, hogy nem kellenek a történeteid, de örülünk a szirupnak. De hát, na. Magnifico. Először is egy üveg a háznak. A ház ajándéka, amit kapunk. Ugye már ő az árus. Akkor megjavítja a gint, megrázott, stb. Különbség. Itt sok mindent magyaráz róla, amit nagyjából nem értek, de a lényeg, hogy jobb lesz tőle minden, mindent föl tuningol, hát cukor édes élvezet, ahogy mondanánk. Oké. Nem mérszem, nem kell hozzá. No need for fancy gear. Just take this board, cover the glass with it, and give it a few good whacks on the table. Kis padarabot, letakarod vele az üveget, és összerádod. Akkor kipróbáljuk címszóval, és akkor ezt el is vesszük. Köszönjük szépen. És akkor neked megküldjük az új tudásunkat. Kell egy ilyen. Ebből egy ginből 4. Elég nagy mértékben mérjük. Kell bele az új összetevőnk, Edith, a sugárszirup, az a cukorszirup. Ezt nem jöttem még rá, hogy mennyire kell öntögetni, egy idő után jó lesz. Akkor jön bele egy citromszelet, jön bele egy jégkocka, és sékeljük. Itt a shakeboard, ezt rárakjuk és oda kell csapogatni. És így meg is van, és föl lehet szolgálni. Úgyhogy így is tovább fejlődtünk, Edith az upgrade. Más nem is érbe, nem látják a titkos megoldásunkat. És így lesz Vinci Minci. That's exactly what I was talking about. Ez az, amiről beszél. If you ever need anything. Ha kell bármi a jövőben. Of course. Akkor keressük meg címszóval. See you around. Találkozunk legközelebb. Új recept kinyitva. És akkor készítsük el a drinket a sheriffnek. Ott a sheriff, de most nem foglalkozunk vele, mert kíváncsi vagyok valamire. Csak előbb mentünk egyet, és a New Game 2-re, mert ugyebár ezzel nyomatjuk most ezt a menetet. Hogy Pistikénk visszamegy a bódegájához, és tudunk-e nála vásárolni valamit, vagy kell-e vásárolnunk valamit? Na, adjál csak ilyet. Akkor azt mondjuk, hogy az fullon van, sugár jöhet is, mert nem volt fullon, kérem szépen, az is fogyott, oké. Mutasd a mindent, mindenünk fullon kell, hogy legyen, mert nagyon vastagok vagyunk. Ugyebár nagyon jól haladunk. Oké, meg is vettük a maradék kis cuccot. Ezt add idefele nekem. És akkor sheriffecském mindjárt jövünk csak. Ki kell tankolnunk, amik kellenek. Ezt nem tudom, hogy hova, oda való a szirup. Oké. Úgy, dobd is elfele oda bele. És akkor a sheriff érezze magát szarul. Te kell lesz. Te kell lesz. Még egy kicsi, mert túl korai volt. Kell neki egy kis... Kell neki egy kis citrom. Kell neki egy jégkocka, és összesékeljük. Ennyi. És ő nagyon fog neki örülni. Na mondja a sheriffként, mi van? Gyorsan kér valami piát, mert az utcának szüksége van rá. Rendben, sheriff, jöhet valami cucc. Nem úgy néz ki, mintha valami is koktélt igényel. Nem tűnik szomnyosak, whisky koktélt kap. Örül neki. És akkor tessék, sheriffkém, egy pohár, közben dumál. Nem figyeltem, hogy mit. Oké, neki kettő cukor is kell bele. Kettő megvan,
és kell neki bitters is bele. Try not to judge a book by its cover. Besides, I've only been here a few hours longer than you, Sheriff. Jöhet bele a jég. Fair enough. Jöhet bele a citrom. Lejjebb tudunk görgetni, hogy mit szeretnénk, és össze kell rázni az utolsó lépést. Összerázva, parancsolj, serifkém. Igyál. Mutasd, hogy iszod. Lássuk azt a gigát. Egy gigával mit töltesz le? Mindent, vagy semmit se? Na, még egy korcs? Na. Úgy ügyes, okos serif. Nice, örült neki nagyon. Örült neki, tetszik. És még akar? Hát mit nem mondjak erre, serifkém, egy kicsit úgy iszol, mint aki ki van száradva, de hát lásd, kivel van dolgod. Mi nagy örömest kiszolgálunk most tégedet, kac, mert megérdemled, hát serif vagy, hát na hát véded a törvényt, a mindent. Minimum az, hogy ugyebár egészségesen tartunk. Jöhet bele a jegecske, jöhet bele a citromocska, és összerádduk. Csat, parancsolj, itt is van. Igyál, kérlek, a vendégem, vagy csak igyad, nyeljed, mint a gödény, ahogy mondanák. Kíváncsi vagyok a véglegesben, milyen animációk lesznek, mert ugyebár itt rengeteg minden hiányzik. Hey, bartender, pour me another one. Még egyet akar, hoppá. Hát, bástya, szerintem kezd egy kicsit sok lenne, nem? De semmi gond, kapsz még egyet. Lásd, kivel van dolgom, megiszod az összes készletemet, most tankoltam föl, de semmi gond. Elfogadjuk azt, hogy te ilyen kis szomjas vagy ma. Ez itt szépen csurog-murog. Meg is van. Kapsz bele kettő ilyet. Egy, kettő. Ugyebár hát meg kell csak rázni egy-egy mozdulattal. Tessék a jég, tessék a citromszelet, meg abból is van bőven. És ezt is összerállok, ebbe egy kicsit több lesz a whisky, úgyhogy szerintem ez meg fog ütni téged. Három ilyen whisky koktélt már letol. Bástya nagyon szomjas, kiildatta az egész havi adagját, vagy ez alkohollal működik, vagy mi van veled? Rendben, ennyi elég lesz ma, azt mondja. Hű, bástya, és még egyenesen sétálsz. Hát azért te tudsz valamit. Na mindegy, közben Vi fütyült, úgyhogy jelezte, hogy hát ő bizony megvan, vagy nincs meg. De nekünk jó volt, mert feltartottuk a Pistikét. Úgyhogy nézzünk ide ki. Lóz. Szia, Vi! Rég láttalak. Did it work? Sikerült? Működött? Absolutely. Abszolút, s működött, ami kellett. Bármi gond? None at all. You did good. Nincsen. Jól csináltuk. Kis segítségünk volt. Köszönjük. Mi van a sheriffel? Gyanakszik-e? Szerencsére nem. Ki nem olyan éles. Vagy fene tudja. Rólad kérdezett. Valóban. Csöndes egy detektív. Na jó lesz, hogyha egy kicsit meglapó, vagy fene tudja, mi legyen a szerszámos ládával. A miénk, vigyük. Azt mondtuk, rendben van, és itt is hagy minket, úgyhogy kapjuk fel azt a toolboxot végre. És ott jelzi is, hogy abba az irányba kell vinnünk, ugyebár ki kell vinnünk Birdnek. Ugyebár vannak itt fönt lezárt területek. Ezt is kinyitjuk. Patty. Teljes játékban elérhető lesz. De nem tudunk bemenni, ez is a teljes játékban lesz elérhető. És akkor itt van a vágyunk, ne további, a toolbox. Úgyhogy ezzel szép, hogy senki ne lásson. Kiblattyogunk. És felakadunk egy szeker maradványon. És elfutunk vele ezerrel. Mint a pincsi kutya rohonunk. Hogy akkor hú, nézd mit találtam, és rárogjuk az ajtót. Te vagy? Találtad? Várj, hogy ez itt vér? Kérdeli. Azt mondjuk, vér nem, ez csak rozsda. Rozsda úgy néz ki, mint... Ja, igen, rozsda, határozottan rozsda, mondja a tag nekünk.
És majd dolgozni kérdezzük tőle. Miss McCain bútorokat készít, én csak szeretnék valami szobát renováltatni, úgyhogy a vendégszoba elég szar állapotban van nálunk. Azt mondja, hogy ráfér a patkányok veszély miatt a renoválás. És akkor ezt hogy fogjuk megoldani, kérdezzük. Nagyszerűen hangzik, de ő nem tud nekünk fizetni, mi nem fizetünk neki. Az az ő dolga. Először is lássuk ezt a baráti gesztust a szobával kapcsolatban. Azt mondjuk, rendben van. Kezdjük el, mondja. És már avval a lendülettel föl is kapta a kis szerszámos ládáját. És arra bátunk, hogy utat adjunk neki, így ki tud menni. Így ő elindul oda befele. És ott jönnek közben a vendégeim. Mindjárt egy tarkonvágással kezdünk nála. Csat. Mégse. Úgyhogy várjuk meg, míg Gerard befejezi a renoválást. Azt mondja, közben itt akkor él a világ. Úgyhogy ő egyből kér is egy kis bort. Tessék, bástya, így áll. Szépen, ahogy meg kell küldeni. Közben fölmegy az emeletre. Kicsit több lett, így áll sokat. Jól megy. És akkor annak a szobának neki is áll. Be is spavnolt oda, nagyon nice, az ott törült magának, közben itt még kellenek a jóságos piamiák. Earl mondta, hogy örül magának. Oké. Ő is megtudta a sheriff-től, hogy ilyen fajén kis cumót tudunk gyártani. Ezért már is kér itt a titkos receptet. Mindent is megreparolt. Csat, ne szígyál. Ezt add ide, te mit kérsz? Most mindenkinél ez lesz a divat, hogy az új piából kér? Hát, nem baj. Oké. Sugárszirupot kérsz. Oké. Citromdarabot. Milyen igényeik lettek egyébként a vásárlóinknak? Parancsa, így áll. És akkor itt is van vendégszoba. Befejezte, jó munka volt. Jó munkát végzett. A szoba olyan, mint jobb, mint az új. A teljes verzió játékban Commissioning Earl Renovate Room, azaz Earl-t meg tudjuk bízni a szobák felújításával. És több személyre szabás is lehetséges, hogy foglalkozunk a szalonunkkal. A teljes verziója a történetnek majd fog tartalmazni ugyebár vendégszobákkal kapcsolatos dolgokat, a vendégeknek, látogatóknak ugyebár hatalmas választék van az alkoholoktól kezdve mindenfajta, azaz kis hűtőkön, hát nem hűtő, bár az külön piás hely fönt, meg mindenféle cucc, úgyhogy ami a szalont jobbá teheti. Te itt nem akarsz, mert koszos előtted itt a pult, mert összehánytad. Na, nem hagyod, de hagyod, jó? Na, akkor te mit kérsz? Te egyszerű vagy, mint az egyszer egy, hatos után hétszer egy. Tessék egy kis gin. Nem voltál sok. Add ide, te is mondjad, mit akarsz. Te már megint az új verzióból akarsz, de nem baj, várunk egy kicsit, gyűjtünk money-t. Oké, sugárszirup. Wow. Oké. Jöhet a citromdarabka. A jég. Rádjuk össze, egyébként erre figyelni kell, mert nem minden esetben összerállást kér, van, aki megkavarást kér. Te ott éhen döglöttél? Nem döglöttél? Ilyen jó, fölmegyünk és megnézzük, mit akar a Carl, vagy Earl. Oké, beszélgessünk. Meg vagyunk lepve. Nagyon meglepődtünk, hogy milyen jó munkát végzett, ott látható is, hogy tök jó minden. Meg vannak javítva dolgok. Úgyhogy ő éhes, úgyhogy szeretne enni. Itt is van a csodálatos kis szobácska. Úgyhogy van egy vendégszobánk most már. Mehet is bele a kukába.
Azon kívül ugyebár sósat szeretne enni, jó? Az a tesztfutam alatt is így volt, hogy sósat kér, és hát maradt még sósunk. Úgyhogy parancsolj, Bástya, egyél kérlek szépen, a vendégem vagy ezért. Jó étvágyat kívánna. Itt is vagyunk, mondjuk. Köszönöm, majd elfelejtettem, találtam ezt a fotót egy szett karosszék alatt. És ez a fotó igencsak egy creepy fotó, de ez hamarosan meglátjátok, hogy miért. Ismerősnek tűnik az ember, de nem tudja, hogy ez hol van. Kalapba, ő Charlie, hamarosan a városba jön, ő Charlie. Nem ő, hanem a másikra kérdezünk. Ő nem tudja, hogy ki lehet, mondja. Megkérdezzük Charlie-t. Köszöni a kaját, kényt, azaz nekünk. Lepihen, mielőtt úgy érti a főnök visszatérne, azaz a csaj megérkezik. És ott látjuk is, hogy bezabizott. És nem hagyott maga után Jewel-t, szóval ő egy tisztességes libizabizós. Ugyebár a többi vendég az minden esetben takarítást igényelt ott a kajáknál, mert disznóolat hagytak maguk után. És akkor most menjünk a szeméttelepre, azt mondja. Amit itt kirúgjuk a hátsó ajtót, és ott is van. És ott látunk is egy kis szekeret. Good morning. Jó reggelt, mondja Charlie. Charlie kincsesi relatív. Ő ugyebár a régi nyugatnál a szelektálós. Ugyebár a feladatunk itt meg is jelent jobb oldalt. Egy embernek szemét, egy másik embernek kincs megoldással. Ugyebár ebből ki is találhatjuk már azt a részét, hogy ugyebár itt négy fajta dolgot látunk. Úgy, mint fa, fém, üveg, és hát egyéb dolgok, mint papír, ami egyébként szintén fa, meg egyéb dolgok, műanyag ebben az időben még nem volt, ugyebár. És akkor el tudsz pusztítani itemeket négy fajta dologra, fa, üveg, fém és papír, hát akkor papír dolgokra. Charlie Duff a személyes emberke relatíve, pekuliára nem biztos, hogy azt jelenti, mindegy. Ugyebár ő beváltja ezeket a dolgokat, és ővé a szeméttelep. Ugyebár kell neki a nagyobb mennyiségű szemét, vagy guberálni való. Lőberibe ugyebár Charlie-nek elérték, és akkor néhány láda hordó kifejezetten szétesik darabjaira, és el tudunk pusztítani a crowbarral, az a feszítő vassal dolgokat, ezt itt meg is mondja nekünk a játék. Akkor beszéljünk Charlie-val, hogy egy jó ajánlatért. És akkor itt is van, beszéljünk az idegennel. Akkor szia! Te vagy Charlie, igaz? Olvastam egy levelem, és hát olvastam a levelet, ő hagyta itt a levelet, hogy visszatér ma. Működik, és te? Ő dolgozok, mi vagyunk Chine, mi én fottatom a bárt, én üzemeltetem. Chine, üdvözöllek az az űrlök a találkozásnak. Nem is hiszem el, hogy milyen jó, hogy újra látlak. Sajnos, de mi még nem találkoztunk, mit úgy értem. Örülnek, hogy a futó újra a szalom, meg mindegy, ne foglalkozunk vele, ugyebár Charlie Duff, kereskedő, újrafelhasználó és készítő barkácsoló szolgálatára jelentkez. Ő, és hát, hogy miket üzél, és ki van ezen a képen, mutasd nekem. Charlie csöndbe, ó igen, ez a te elődöd, Simon. Simon, igaz? Úgy néz ki, hogy ő nagyon más, ahogy ő ismerte. Jó srác, nagyon ezért tanult és hát politizált, vagy fene tudja. Nem meglepő, ahogy mondja. És ő most hol van? Meghalt. Ó, ez szerencsétlenség, igaz? Mi történt? Ugyebár meghalt. Now that you mention it,
Úgyhogy mindegy, a képet azért készítik, hogy elkezdik ott a közös bizniszt, és hogy akkor ennek köszönhetően, bár megegyez velünk, ha kapcsolatban a régi dolgokat, ugyebár ő szétszedi, meg begyűjti, meg és a többi. Bármi különlegesség, ugyebár fém, üveg, papír és fa, a négy eleme a modern civilizációnak, beváltja, ugyebár az ő gyűjteményében. Elég fairnek hallzik, ugyebár, és akkor találkozunk később, ahogy mondja. És akkor a feladatunk gyűjteni a szemetetnek, és nézzünk körbe a városban a négy alapanyagért, ami van. És akkor... Amondva vagyok, hogy avval a lendülettel nyomunk egy négyes gombot, itt is van a pajszerünk, amit a tab nyomva tartásával ugyanúgy el tudunk érni. És egy súgy felkiáltással szét is ütjük. Viszont azt vettem észre, amikor a tesztfutam volt, hogy nem minden esetben kapunk ilyen szemetet belőle. Szóval jó pár dolog volt, amit szétcsapkodtam, és közölte a rendszer, hogy hát ne, nincs belőle semmi, csak az úgy teszpannol a szétesett dolgok. Úgyhogy ajánlott itt azért mindent is szétcsapkodni, illetve ennek köszönhetően meg tudjuk tisztítani a várost, ha úgy van. Mert miért is nem? Az várni kell, és mint látjátok, ebből se lett semmi, vagy átspannolt a... átesett a mapon, még azt tudnám elképzelni. Vagy ugyebár az, vagy nem minden esetben van belőle szemét, mint ebből se volt. Nem mindent lehet szétverni, mint látjátok, ezeket se lehet, de ezeket igen. És akkor ennek köszönhetően van belőle cuccat, gével be is tudjuk dobni itt a kis trashbe, vagy átváltunk a szemétre, ami ugyebár a 3-as, 2-es, 1-es, 4-es, 5-ös, 5-ös, és akkor egy bal gombbal ugyanúgy el tudjuk dobni. És akkor amondó vagyok, hogy gyors ott eljárásba ezt itt szedjük szét. Hát ez itt ripityomra tört. Ez sem egy hátrány. Putin trash. 30 hely van a tudzba. Megfogjuk és akkor elhajítjuk. Nem mindent lehet szétverni. Ezek is beleszámítanak, ugyebár ezt is nem tudom szétverni négyes gombbal, hanem fölvenni tudom, meg grabra mondja magát. De ezt itt például szét tudom csapni, meg a mögötte lévőt is. És akkor az ide bele, csapt. A régi székeket egyébként ugyanúgy föl tudjuk használni, ha úgy van. Két szék is egymáson volt, az sem egy hátrány. Ezt itt nem tudjuk szétvenni, mert a hátulja, hogy levédi, hogy arra fele ne mocorogjál. Ez szintén mehet ide bele. Ezeket itt kikerüljük. Most ugyebár értelemszerűen olyan bugok, mint a múlt nap is találkoztunk, hogy felrepültünk Kínáig, ad minket annyira nem fog meghatni, mert ugyebár ez egy demo, ettől függetlenül nagyon béta a játék. Akkor ott egy szemét. Azt így elhagyjuk jó messzire. Ott is van. És tovább tisztítjuk itt a helyet. Ez is mehet innen a francba. Ott a haverja is. Úgy. Ezeket szépen elrakjuk. Ez szintén mehet oda ki a francba, törött szék. Hadd legyen már a szalonunk szép tiszta, ott meg majd aki akar átgázol rajta, ad már az ő dolga. Oké, itt is összeszedegetjük, ami még van szemét, és nem láttuk normálisan. Akkor ezt megpróbáljuk itt szétverni, vagy ez itt csak bebugolt, mert már nincs itt. Ez se baj. Errefele más nincs. Ami még érdekesség volt, itt felvesszük, ott fölfelé is van mit szétverni.
És ami még tetszett, Rick megedve, hogy Collector Trash-re, azt mondja, hogy van valami számára. Ugye, csak fogd meg, és dobd el. Wow! Meg is lett. Úgyhogy beszéljünk vele. Itt is van, láthatjuk, hogy ugye már mikből mit tudunk szerezni. Itt vannak különböző dolgok, úgy mint például egy ilyet tud nekünk gyártani, akár a szemétből. Ilyet szépen jelzi, hogy miből mi kell. Kell hozzá egy fa, egy fém, nem kell üveg, és kell egy papír. Ehhez is az kell, ehhez is, meg ehhez is. Nyilván ruha, lokó, ami relatíve egy felrakható dísz lesz elviekbe. Itt van Biga úr. És adott. És akkor itt is vannak különböző tájárosztályok a jövőben. Jelenleg ezek vannak, itt látjuk, hogy nincs nekünk ilyesmink jelenleg, és mint különlegesség, bár de itt látjuk, van, hogy mink van. Jó, hát akkor szögből van 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hát akkor mindegyikből gyártsál nekünk egyet, mert a többiből rengeteg van, szóval itt van 400. Aha, szóval ez a készlet itt az, amiket mi bedobálunk oda neki, és akkor abból lett ilyen baromi sok. És akkor ezeket kérem, szépen köszi. És akkor ezek már megvannak, azt mondja, és akkor ebből még többet is tudunk gyártani. Konkrétan, bár ez azért csalóka, mert egy szög, és egy szögünk van. Szóval más nem tudunk felhasználni nagyon. Na, akkor meg is lett egy olyan argument, ami eddig nem volt, mert nem parkesöltem vele. You know, it's still pretty hard to get your hands on a camera, but akkor itt van, hogy one day there will be one in every home. It's human nature. We like to own things, land, people, and now even moments. Frankly, I don't blame my tribe for not liking photographs. Beszél a fotográfia dolgairól, hogy milyen nehéz meg bonyolult dolog ezt elérni. Ragozzuk. Try to stand still. És akkor próbálj nyugton maradni. Meg is történt. Elég, azt mondja. Azon megtörtént a fényképezés, a fényképkészítés elkészült. És akkor azt mondja, hogy várjunk, míg előhívja a fotót. Itt lehetünk tőle beszélni, hogy szeretnék látni a képet. Azt mondja, hogy várjál, még elő kell készíteni, le kell gyártani, adj el vissza később. Úgyhogy most várnunk kell. Úgyhogy addig is amondó vagyok, hogy kicsit értsünk a szalomba. Még hozzá ezeket. Ugyanis ezeket is itt nézegettük, hogy mennyi minden van. De hát csat üzemmóddal ezt itt szét lehet csapkodni. És hol lesz belőle egy csomó alapanyagnak való. És akkor sok szemétre valót ki tudjuk innen dobni, és voilà, lett egy tiszta sarkunk. Majd ezt itt innen lepókhálótlanítjuk. És voilà, a tiszta sarok. És akkor ezt hasonlóan el tudjuk játszani fönt is egyébként. Most már azt mondja, hogy menjünk vissza Charliehoz. De még nem megyünk vissza, előbb itt kérem, szépen nagy írtások következnek, úgy mint ezek. Csat. Ezek. Úgyhogy ez a mechanika egyébként, hogy itt meg tudjuk tisztítani a dolgokat, eléggé bejövős. Mert miért is ne? Azért komolyan tényleg ez a látod, hogy látványosan valamit teszel azért, hogy ne a szemét a dzsuvába legyél. Tehát egy kicsit jobban bele tudod magad élni abba, hogy miket művelsz. És itt közben telés lett egy zsák.
amit neves egyszerűséggel abba a direktbe állítottam a délután folyamán is. És hát az berepült hozzá előre, nem baj. Ő örül neki, én látom rajta. Utána viszont én despawnolva láttam azt a cuccot, az nem találtam meg, de hát ezt szépen megtakarítjuk, kérem szépen, desz ez a fél asztal. Ezt is megtakarítjuk a dzsuvától. És hát tök szép lett itt minden. Itt van még kis takarítani való. Itt van egy kis trash. Ha ide kijövünk, ezt nem tudjuk kinyitni. Viszont itt van mit összeszedni. És van mit szétverni. Ezzel nem. Azzal annál inkább. Ezt is szétcsapjuk. Ez nem kell nekünk, bástya. Tessék, egy asztal ajándék. Aki kapja, marha. Kategória. Ott is egy kis dzsuva. Ez az asztal se kell, bár ez egész jónak tűnt, nem? Ez is törött volt. Oké, ez se kell ide. Csat. Ez se kell ide. Csat. Kérem szépen, hát itt rend lesz és fegyelem. Ez se kell. Vigyétek Isten hírivel. Ez is, az is. Oké. Akkor te se kell lesz, te is repülj egyet. Te se kell lesz. Az megakadt, de nem baj. Akkor így dobjuk. Oké. És jelentem, az emelet is meg van tisztítva. El sajnos nem nyílik, mert szerintem be van ragadva. De. És innentől van nekem már új játék, mert itt még nem tartottam már. Nem az, hogy ennyire nem takarítottam meg a világot, hanem az, hogy ellenőrizzük le Charlie-t. Úgyhogy vissza is rohanunk hozzá. Ebben megnézem, hogy itt van-e a szemét. Itt van, nice, jó, akkor azt is hozzá tudjuk vágni majd. Az is jön egy kis cuccal. Kérdés, hogyha mindent is föltakarítunk a városba, akkor mondjuk mit ér? Már az is lehet, hogy itt egy random despawn, újra spawnoló cuccok vannak. Ezáltal egy infinite loopba kerülnénk. Így minden nap takaríthatnánk. Azt mondja, hogy megvan. Beszünk Charlie-val. How did it go? Hogy megy? Természetesen minden rendben van. Eléggé. Show me. Not bad. Érdes fejet vágtunk, és hogy itt is van, not bad. They look the same. Hasonló, ugye, bár ha megnézzük, az emberünk egy kicsit creepy, ugyanis minden esetben ugyan ott van, és ugyanazt vágja. Hát, korábbiak. Simon előtt Jesse, előtte 4-jel vagy 5-tel volt Ellie. Ez vicces, nem? Csávókák nem változott ennyi idő alatt, az sok illető. Virgil, Chester, meg még sorolná itt tovább. Ő itt Virgil. Úgyhogy fél éve Rufus. Jó sokan vannak, akik itt változnak. Az egész után Simon. Minden rendben? Egy kicsit leillertünk. Ő... Hügy. Szerinted ez működhet? Vagy ez nem fog működni? És akkor ennyi is volt relatíve a Talon Simulator prológusa. Ugyebár ez egy rövid kaland a fejlesztőktől, hogy a Szalon Szimulátorban mit akarnak elérni, és hogy maradjunk kapcsolatban ugyebár a velük, ugyebár wishlist plusz mindenhova. És akkor a teljes verzió játéknál ugyebár renoválhatod a szalont,
rengeteg dekorációval, bútorral és javításokkal, lélegző új életet adhatsz az egésznek, ugyebár több minden felfedezni van a Blueberry-ben, ugyebár több feladat, kirakós rejtvény vár megoldásra és felfedelésre, ugyebár most még szórakozhatunk, hogy személyre szabjuk a szalon, de ne felejtsük el megosztani a screenshotot, úgyhogy tessék, itt is van egy screenshot. Ezt a feedbackot majd kipróbálom, hogy mit csinál. Úgyhogy előtt be is hoz egy böngésző ablakot. Press spacebar to continue, hiába kattingatok, nem foglalkozok velem, space. You okay? És akkor jól vagy? Egy pillanatra kiütötted magad, azt mondja, vissza kell mennem dolgozni, azt mondjuk. Biztos rendben, sok siker, sok szerencsét. És akkor ő itt is hagy minket. És akkor dekoráljuk a vendégszobát, azt mondjuk. A feladat. Csináljunk egy mentést. Ugye nem tudunk már menteni, bocsánat. Ez érdekes, hogy nincs mentésgombunk. Nézzük meg, mit lehet személyre szabni. Das is guest room. Akkor kell nekünk a consumations tool-t, nem tudjuk, mert be kell zárni hozzá a szalont, akkor gyorsuljunk le. Zárjuk be a szalont, itt van minden, amit eldobáltunk, kérem szépen. És akkor most már be tudjuk zárni. Ott már zárva van, azt mondja. NPC-k ott átcsorognak éjjel-nappal, csak úgy jól el vannak maguknak. És akkor csekkoljuk le azt a konsumizálást, hogy ez még mit akar. Ez is benne van a játékban, mint egy érdekeség, és hogy látjuk is, hogy mit lehet személyre szabni. Ugyebár konsumizálás nincsen. Oda az sincs, most akkor nekem bútorokat venni kéne? Vagy ezek honnan fognak jönni? Jó, akkor elgyorsulunk a sráchoz. És azt mondjuk neki, hogy itt vagy még? Itt vagy hát? Adjál shopot? És akkor guest room, és akkor itt meg tudjuk venni nála a dolgokat, amik kellenek, ugyebár vannak egyszerűbb dolgok, meg drágább dolgok. Egyszerű ágy, vagy faágy. Meg egyéb vackok. Jó, hát van 76 dollárunk, úgyhogy annyira elszállni nem tudunk. Deszkből elég az. Éjjeli szekrény a fél cucc. Kicsi cucc, nagy cucc. Chest of Drawers, Iron Covered Chest, azaz fémmel burkolt láda zsanérokkal, mert ilyen. Mit láttunk ott még? Kell nekünk szék, gardrób, a rack. Például nem látok itt olyat, amit keres, amit ott láttunk a... Lehet, hogy itt bújik alul. Egy halványan látszanak a dolgok, hogy mi micsoda. Például a fogast. De lehet, hogy az más menüpontban lesz. Mert például fogast tudunk kirakni a bárba is, amit nem látok. Jó, akkor nézzük, itt mik vannak még. Finishingbe. Itt különböző dolgok. A ranch door az a egyébként a lengőajtónkat cserélné le? Nem tudom. Itt vannak még különböző dolgok, ugyebár ilyenünk van. Bárasztalok, ornament, aha, akkor itt van. Jó, hát akkor vegyünk egy ilyet, fine woodot. Fények nincsenek még, de majd lesznek különböző gyertyák, meg egyéb fények. Konyhába való dolgok is le vannak zárva. Asztalok akadnak. Másik fél asztal. És a székek. Nem baj, ez 12 dodóba fáj, add ide.
Ez be is kerül az inventorinkba, azaz nincs itt mit fölvenni hozzá, hanem itt megjelenik, ha egy rövid tabot nyomunk a furniture and more-ba. És akkor itt van, hogy mink van. Itt opció. És akkor vissza is rohanhatunk. És 10 dolgot kell lerakni, lehet, hogy nincs is nálam 10 cucc. Ha úgy vesszük. Ja, szerintem azt cseréljük le ilyenkor, úgyhogy... Ja, ez egy jó régi. És akkor customizálás. Te, ott vagy. Confirm. Te, ide jöhet ilyen vagy ilyen. Az még érdekes, milyen csirkepulyka vadállat lábon van. Vagy ilyen jöjjön oda. Ide a desk. Ék. Ilyenünk nincs. Ide jöhet egy ilyen. Ó, ide van több mindenünk is, de akkor egy ilyet kapsz. Ide a sarokba egy ilyen. Akkor lehetne a függönnyel is szórakozni. Amit kell... Alatt is le kéne customizálnunk? Hát az... Jól van, szerintem. Igen, akkor kell egy függöny nekünk, meg kettő rág. Ilyen... Szűnyeng. Így, placs. És akkor ide... Ide is különböző rágokat tudunk lerakni. A padlót tudjuk lecserélni. Másik fajtára, ez így egy kicsit korrektebb lesz így felújítva a parketta. Így már látszik a dzsuva mindenhol, kérem szépen. Szépen rendet tudunk tenni. Még egy kis manjitot begyűjtünk. És akkor innentől kezdve egyébként egy infinite loopba kerül a játék, aminek köszönhetően már új tartalom nem jön be benne. Tehát ennyit tudott a... prológus. Viszont ezzel is kaptunk kézelítőt arról, hogy mi lesz a jövőben. Jó, szépen feltakarítunk magunk után még. Ugye már zárva vagyunk, úgyhogy új vendég nem jöhet, ha csak nem olyan vendég jön, aki. Ez is kérdés, hogy ezt majd hogy tudjuk kinyitni, mert elég látványos, hogy arra még van, de mégis el van zárva. Úgyhogy... Jó, megtakarítva ezt is innen ki lehetne dobni, mert hibás, és lecserélni a másikra. Egy szépen visszaszövődött. És akkor kell nekünk függöny, meg kettő darab szőnyeng. Illetve több is, mert ha megnézzük, ide is jöhet egy, kettő, három, oda fogas. Mindenféle cucc. Azaz ide beállíthatjuk akár őt is fogasnak, vagy ezt, vagy amaszt. Ott van rajta a csoda Bambi. Oda nincs. Oda sincs. Azt mondja, hogy nincs bőr, de nem bőrünk nincs, hanem nincs, hát... Végülis a bőr ilyen téren, mint skin, azaz nincs oda termékünk, amit oda rakjunk. Tehát jól szétdobáltunk mindent, jó nagy dzsunglit csináltunk. Most kíváncsi vagyok, hogy mi lesz, hogyha ezeket még itt összeszedjük. Akkor mondó vagyok, hogy köl nekem még egy ilyen székecske, mert miért is ne. Kell nekem egy... Hát egy fél asztal. Akkor kell egy Tiny Rookból kettő, medvéből kettő, adj egy új kárpitot is, miért is ne, akkor adj egy rancsdort is, egy... Mit adjál még vajon? Más ne adjál, adjál még ilyet, meg ilyet. Konfirmed és még 11 dodó. És ebből látszik, hogy tök jók vagyunk, mert még van.
És akkor kérlek szépen alásan. Ide jöhet ez. Hát egy ilyen. Egy fél asztal, kérlek szépen. Ma már is itt van egy ilyen kis elvonuló sarok a kijárattal, ami szerintem több vagány. Ide jöhet egy ilyen. Ott is látjuk, hogy miket tudunk még customizálni, mint a falat. Akkor ugyebár ezek a kis díszek, amiket szintén le lehetne szedegetni. Tudjuk ezt is majd személyre szabni a pótot, ha veszünk, mert az is van, csak én nem vettem. És akkor ide is jöhet még szőnyeg, jöhet ide még nagyon sok minden. Félasztal, szőnyegek, stb. Ide van egy dupla ilyenünk. Ilyenünk már nincs több. Nagyjából ki tudjuk magunkat, ahogy látom, nullázni. És akkor itt le tudjuk cserélni, hogy más legyen. Abból nincs másikunk. Ez jöhet ide. Ide jöhet ő. És ilyet nem vettünk. Jó, hát akkor hány szőnyekkel? 2, 3, még oda be, meg 4, meg 5, na mindegy, most akkor megveszük azt az egy darab, meg a korlátot is személyre tudjuk szabni, oké. Megveszük azt az egy darab függönytötöt. Azon gondolkodok, hogy a függönytötöt honnan tudjuk megvenni. Ugyebár, mint látjátok, a kint lévő dolgokat hiába módosítjuk, a gesztrumot, a vendégszobát kell módosítani. Na mondjál nekem olyat, hogy Rags and Cartins, és adjál nekem egy ilyet. Igen, add ide, köszönöm. Úgyhogy. Kostumizálásba. Téged lecserélünk erre. Már is milyen vagány lett. Na kérem szépen, a ház külsét is le tudjuk dizájnolni amúgy. És akkor itt tök vagány. És akkor gimmi a függöny. Ki is lett. Oké, ki is van vive. Megcsináltad a végét. Kalapot föl, partner. Oké. Keep making your salon better and better, a szalonod egyre jobb és jobb lesz. Azt mondja, hát ajtónk itt még nincs, szó, valaki ide jön lakni, az tárva nyitva lesz. És ha minden igaz, ez ennyi. Most már tudunk menteni. New Game 2-t lementjük. Így. Azt mondjuk, hogy nyitva várd a vendégeket. És kíváncsi vagyok, hogy megjön-e valaki, mert ez sem egy hátrány, hogyha mondjuk még itt egy infinite loop-pal tudsz még azért pénzt csinálni, így elszórakodni ezzel a részével a játéknak, amit tartalmaz, jön is a vendég, kérem szépen, aki szeretne inni. Úgyhogy ebből fog állni azután már ez a játék, csak jelenleg azaz kiszolgálod őket. Kitakarítod a helyet, nem ezt kéred, hanem cidert. Elég nagy mennyiségben. És akkor ugyebár megvan. És akkor még azt elérheted itt vele, hogy szépen kitakarítod a helyet. Egy bizonyos része vissza fog tölteni. Gondolom olyan apróságok is jönnek majd még, mint az összebunyózások. Jeget szeretne még bele, parancsolj egészségedre. Ő enne egy kis sósat. Utolsó előtti sós kajánk, ha jól látom. Igen, mert 2/10 van, most már csak 1/10. Parancsolj, 2 napja főztem csak neked. Egyél. Mi vagyunk a legjobbak, azt mondja a főnök. Te mit kérsz? Te egy shot glass kérsz. Ginnel. Hogy ezt is meg szépen megküldjük neki, hadd örüljön a mája.
Jó, te most kevesebbet kapsz, 4 olyan sokat szerintem. Oké, te mit akarsz? Te nagyon sok mindent kérsz bele, úgyhogy szerintem ne akarjál ilyen sokat. Vigyázzunk a kis májacskádra. Tessék egy kis szirup. Halljuk is egyébként a kis pittyen nést, hogy az ott megvan, ezáltal eddig jó. Doda, doda, és sék itt kell neki, csat, 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 parancsolj. Ő még mindig sósat akar. Akkor elkészült az utcsónk. Parancsolj, te is megkapod a 3 napot leves. Ezt itt feltakarítjuk, mert valaki összehányta magát. Ez shame on you. Na, ezért takarítjuk itt a helyet, kérem szépen. Ezt itt le tudjuk söpörni? Nem tudjuk lesöpörni, ami reális. Úgyhogy elég szép tiszta. A levők egy ideig itt szerencsétlenkednek, fogják a fejüket egyébként, és utána kinérnek a fejükből, hogy mi van. Ő itt nem hajlandó inni, mert előtte, hogy le van hányva a pult. Mert szerintem mi nem törölted le, hát... Oké, téged is. Takarodj el megfele. Jó, akkor így takarítjuk meg, mert képtelenek vagytok arra, hogy jó munkát végezzetek. Oké. Ő sósat kérnem. Mi van, ha sós helyette mást kapsz? Nagyon megpukkansz, hogy ilyet kapsz? Hm? Egészségedre. Bedobálja, jó, nincs ezzel gond. Mert már nagyon sírsz. Nem ezt kérsz, hanem egy pintet. Ó, érdekes cuccot kérsz. Tidert. El is dobtunk egy üveget, hogy az kifogyott. Kicsit több lett. Lehet bele a sugárszirup és vizet kérd bele. Érdekes. A vizet még nem használtam. És még citrom is kell bele. Parancsolj. Na, ez egy új pia, kérem szépen. Ilyet se szolgáltam még föl. Az a space-it kér közben. Most még annyit lepörgetünk, hogy itt nagyjából kis dobáljuk a dolgokat, hogy ne legyen nálunk már semmi. És akkor, mint mondtam, ez valószínűleg itt egy infinite loopba van. Bar glass. Whisky. Cider. Jég. És meg kell kavarni. Szépen. Te mit akarsz? Egy pintet. És cider. Te számolatlanul kéred a bort. Parancsolj, így ellátom, szomjadol. Több lett egészségedre. Te mit akarsz? Poharat. Viszkit. Cidert. Mice-mice legyen. Egy kis jeget. És téged is meg kell kavarni. Parancsolj, igyál. Te mit akarsz? Te kapsz egy ilyet, meg egy gint. Van, amit folyékony aranynak tartanak, mert örülnek neki. Kérd bele jeget. Hoppá, 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 hoppá. Nincs, úgyhogy nem kapsz. Először is ezt itt fölkapjuk. És ezt itt újra fillezzük. Így. Na most megkaphatod végre a piádat. Ilyenkor nem tudom egyébként, hogy elhasználtuk. Valószínűleg elhasználtuk azt a pia mennyiséget, amit ott kidobtunk be. Nem kapta meg a végét. Parancsolj! Igye! Te mit akarsz? Pintet. Hajdert. A bartender egészségére, az a pultos egészségére, azt mondja. Mennyi kell? 14. Meg egy kicsi. Kell vele sugárszirup. Oké. Okay. 1 deci víz. Vagy 1 cent víz, meg egy kis jég. Nem, citromdarab. Parancsolj.
pénzeket kérem szépen befele. Látjuk, hogy szépen pörög föl a manink. És nagyon sokan vannak. Úgyhogy eddig nagyjából a bírhatatlan kategória már. Szépen le lehet ócélni a dolgokat, megtanulni a játék azon elemeit, hogy hogy kell ezt nyomatni. Ő még ilyet is kér bele, meg ilyet is kér bele, és shake it baby, parancsolj! Oké. Ott kell neki még egy kis spacey. Szépen fogyunk, tessék, te ilyet kapsz, más nem. Itt a másik, aki valóban spacey-t kért. Parancsolj, ezt add ide. Add ide. Ezt is add ide. Adott kiment duzzogva. Ezt is ide adhatod. Ezt is. Oké. Te mit szeretnél? Poharat. Egyébként azt nem látom, hogy hol mossuk el a poharakat amúgy, mert 6 poharunk van. Úgyhogy egyszerre 6... vendéget tudunk amúgy kiszolgálni. Viszont... kérdés, hogy most telik-e az idő. Azaz jön-e majd az este, és mondjuk be fogunk-e zárni. Vagy mi lesz. Ő viszkit szeretne, és azon hamarosan simán elfogyunk egy idő után, hogy mink van. És... akkor vehetünk újat. Add ide. Add ide, te elét hánytak, te akkor nem kapsz semmit. Te mit akarsz? Te gint kérsz. Ahogy baromi jó ez a mechanika szerintem, ahogy a döntést kell csinálni. Ez is ötletes. Úgyhogy... van itt minden, mint a búcsúban. Úgyhogy szépen itt koszos minden. Azt mondom, hogy bezárunk. Close. Akkor mindenki kigyorsul innen, mint a bánat. És akkor rendbe tudjuk hozni a helyet. És utána mindenki örül. Úgyhogy eddig ennyit tartalmaz jelenleg a prológus. Remélem tetszett nektek. Nekem nagyon bejött, az kezdeti bénázás, a kezdeti bugok, a kezdeti nem akarok működni kategória. Nem tudom mi eredménye volt, ez a mentésünk egy jó. Úgyhogy ez a mentés halad. Ugyebár ezt a mentést töltöttem be, amit most itt az adás elején ma délután, mikor a testránnak újra lementettem külön egy másik mentésként. Ott végig próbálgattam odáig, ameddig eljutottunk, hogy akkor a fotó elkészül, ezáltal tudtam, hogy végig tudunk menni most már a játékon. Ez egy pozitív csalódás számomra, ugyebár a sok szimulátornak köszönhetően, amik most millió meg egy számra jönnek kifele a különböző készítéktől, köztük van ez is, hogy egy kaptafa a többivel, de mégis egy picit másabb. Most ugyebár ez még nagyon-nagyon kezdetleges állapota van. A Steam adatlapján nagyjából semmi nincs még fönt, hogy ez mikor lesz ebből játék. Itt érzett magáról 4 másik játékot, viszont azt tudom mondani, hogy ingyenesen a prológus megéri. Nem esik bele abban a hibában, mint a Game Fest alatt lévő demók, hogy csak addig lehet kipróbálni őket, ameddig van a Steam Fest vagy egyéb esemény, és ennek köszönhetően már nem elérhető. Úgyhogy ha tetszett, ne felejtsétek el lájkolni, kérlek, illetve írjátok meg a véleményeteket nyugodtan a játékról. Amennyiben a gépetek képes futtat, mert olyan nagy gépigénye nincs, függetlenül, hogy nálam sincs meg a 60 FPS, de le lehet húzni ezt a felbontást meg a minőséget nyugodtan a játék élmény fokozására. Úgyhogy nincs nagy gépigénye ilyen téren. Nyugodtan ki tudjátok ti is próbálni, elérhető Steamen, ingyenes, a link ott van a leírásban, a korábbi adások alatt is, ugyebár videók alatt, úgyhogy, és találkozunk legközelebb, sziasztok!